chronique est interdit pendant le décollage. Let's have some Guadeloupe-mas. Talán tudjátok, hogy minden vitorlázó álma kék tengerekkel hajózni. Ismét abban a szerencsében volt részem, hogy barátaimmal 2011. januárjában Karib-szigeteken vitorláztam. Kirándulásunk első hetében a Franciaország tengeren túli megyéjének is nevezett Guadeloupe pillangó alapú szigetét jártunk be. A második héten hajóra szálltunk, átvitorláztunk Dominikára, hogy az egzotikus kis ország legpontosabb látnivalóit fedezhessük fel. A szállásunk Béhé városában, Desailles. Nem meg akar cipni. A lábam újra cipő. Ideiga. Az arisztolókia. A klerodendron. A bengáli fikusz. A jádelián. Gyönyörű és maradt színben. Ez a hibiszkusz prezident. Duplában. A kalabasfa. Breadfruit. Tahitiból hozták be az első angol tengerészek, azért, hogy lehessen a rabszolgákat mivel etetni. Ez a porcelán rózsa most kezd el nyílni. Lila orchidea eredeti élő környezetében. Az Elena kolibri. Nyugodtan elmondhatom, hogy a legszebb tópusi botanikus kertben voltam. Óriási gyűjtemény, rendkívül módon karbantartva. Guadeloupe sziget túránk folytatódik. Mai nap a Soufrière vulkáni cél Basse-Terrében. A vízterület a Cousteau tengeri part. Háttérben a Galamb szigetekkel. Előttünk a Soufrière. Utunkat majomkenyérfák és cukornák ültetvények szengélyezik. Kénes fürdő. Jött az utca mindenem egy trópusi esőerdő közepén. Szó szerint. Több száz éves fák között kellemes melegvízű enyhítő fürdőbe van részünk. Irány a Soufrière. A vulkánt vegyed, a vulkán már felvettek. Itt vagyunk a Soufrière alatt. Na. 1140 méteren. Még 350. Lesz, aki fölmegy, én nem fogok. A vulkán ott van fenn. Ott. Egyszer már bőrigáztunk. Ezen a fehérkörös ponton vagyok. Grétáik most indultak meg ezen az esvényen fölfelé. Másfél órás. 1456 méter magas. Kénes közöket már éreztünk itt is, úgyhogy 1976-ban tört ki utoljára. Irány a Rum Múzeum, Saint-Rose-ban. Mind cukornád itt, amit láttok. Az Antillák aranya, abból készítik a rumot. Cukornád őrléshez használták. Azt mondja, forradalmasította a cukorgyártás szerint. És ez a gőzgép is maga száll több mint 100 éve. Az átétek révén az csak 4 fordulat szemben sebességgel. A Rum Múzeum emeletén 5000 bogár és pillangó a világ minden tájára. Köszönöm. Óriásiak. Mornelő
Grand Terre Vadlup lapos sebbik felének közepetáján van ez a városka. Rumulé városkájában vagyunk, innen fordulom délre, Saint-François, majd Saint-Croix felé. A Château-Fort, Guadeloupe keleti sarka. A szigetnek ezt a csúcsát az Atlanti-óceán hullámai mossák. Néhány mérföldet Désirade, a franciák börtönszigetnek használták az 1700-as években. A név jelentése a vágy szigete. A mi vágyunk teljes. Pontefitrei katedrális. A katedrális neve Szent Péter és Pál. A város hollandok alapították. Mi ez bogerkem? Köszönöm! Thank you, baby! Baby! Aj! Milyen fűszer tartunk? Vadalupés! Ilyen tettél már bogár ilyen karambolát? Réta kedvenc boltja! Elhagyjuk Szentek szigeteit! Átmutatok Dominikára! Ne rögjél! Ajunk Harmony 47-es, 10 utazunk rajta. Hát a szokásos, nem túl nagy kényelemmel, a hajó egyébként óriási. 12 tonnál, 120 négyzetméter vitorlázattal. Nagyon jó megy, 9,8 csomó nem volt vitka. Néha elértük a 10 csomó sebességet is ritkán, de ott már kellett egy 40-50 kilométeres szél. 75 kilométeres szél. Most csak az, hogy felugratunk. Sándorék hajója egy Harmony 52-es. 12 fő számára is szinte kényelmes. Oké. Mehet a vitolla! Elindultunk. Most jön a szél. Elhagyjuk DF-t, elhagyjuk Guadeloupe-ot. Az egyik legcsodálatosabb guadeloupe-i városka, a látnivalói miatt elsősorban. Mekkora csapat? Most nyakadnak a hajóban. A 4-5 passzákban Dominika elér. Prince Rupert Bay közelében vagyunk, ami a Karib-szigeteknek az egyik legnagyobb öble. Előttünk középen a Prince Rupert fok látható, amit Kabin foknak is neveznek. Dominika legmagasabb csúcsa a Diablo Tin, 1100 méter fölötti. Itt élnek ezek a karib indiánok valahol, bent a hegyre. Spagettő. Portsmouth elé érkeztünk. Próbáljunk, bójára vagy horgony. Hihetetlen szép szivárvány. Dominika két magas egyét összeköti ez a híd. Attila, ez király, nem? Aha.
Dominika északi részén, az Antillák második legnagyobb öbbe, a 2-3 kilométer átmérőjű öbbe. Megnyitom visz bennünket az indián folyóra. Most jobban nézel ki, mint 3 évvel ezelőtt. Talán nem vagy olyan szerelmes. Maybe you're not so much in love. Mikor voltak a hurikánok? David, azt hiszem 79-ben. De ez 95-ben maradt. A Louis szükségával, hurikán Louis. Welcome to the Indian River. Térben Martinik. Megjött a tél. Kivárványjal. Gyenge csapkodó esővel. MVT. Megkiúszult a martiniki átkelésünk. 9 órakor egy 70-80 km-es szél oldalba vágott bennünket, komoly hullámzás keletkezett Dominika és Martinikra, és visszafordultunk. Visszajöttünk Rozóba, és felmegyünk a Trafalgari veséshez. Régi felvétel. Kezdem úgy érezni magam, mi reggel pádió. Nem, túl vagy. Nem, csak nem bízok a sofőrbe. Ott van! Az egyik gyerekek, hol a párja? Hey, original Cobra! Yeah! A dominikai dupla vizesés. A Trafalgar Park. A két ág közül ez a baloldali vizesés, ez a meleg víz. A sziklák el vannak színeződve a kéntől. Sárgása. Sulfur Springs-en vagyunk. Aki akar, lemehet oda, tapogathatjátok ezt a forró vizet. Bugyogó kénes forrás. Bőrbetegséget is elvadulások. A nőknek arc tisztító, 3-4 teáskanál egyszer egy nap. Összejön, gyerekek! Elhagyjuk Dominikát, most pedig irány Szentek szigetei. 3 órát haladunk Dominika partjai mentén, aztán utána nyílt víz. Reméljük az idő javulni fog. Több mint fél órája ennek a szivárványnak a lába az irány. Arra lehet Szentek szigetei és Guadeloupe célállomás.
Összeállsz, Szentek szigetek. A doktor. A szigetcsoport fővárosa Búl. Szabadság, egyenlőség, testvériség. A pilotkönyv szerint a Szigetvilág első katolikus temploma. A tengeren meghalt halászok emlékműve. A Fort Napoleon üldözház tetején. Előben a Pompier Brás. Általában a világ 10 legszebb strandja között van. A Plage de Pompier. Találkozzunk legközelebb is egy közeli vagy távolabbi tengeri úton. Fedezzünk fel együtt új szépségeket, vagy izguljatok éppen otthon a jó meleg szobában, a kényelmes karosszékben. Szevasztok!